Többen halnak bele a koronavírusba, ahol szennyezett a levegő, legalábbis erre jutottak Amerikában a Harvard tudósai. Erről kérdezzük most Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye, amit az előbb említettem, ez megjelent a hírekben már Olaszországgal kapcsolatban is, ugye Lombardia tartományban is, ott volt a legszennyezettebb az országon belül a levegő. Most ez akkor már egészen bebizonyosodott, hogy van összefüggés? Azt lehet mondani, hogy ez nagyon erős gyanú. Olaszországban csak megfigyelték azt, hogy a legszennyezettebb területeken lényegesen nagyobb volt a mortalitás, a halálozás, a betegség súlyossága, mint a kevésbé rossz levegőjű részeken. Fontos tudni egyébként, hogy Észak-Olaszország egész Európának az egyik legszennyezettebb levegőjű térsége. És korábban még a SARS vírusnál megfigyelték kínai kutatók, hogy majdnem kétszer akkora volt a halálozás a legszennyezettebb területeken levegőszennyevés szempontjából, mint a legtisztább helyeken. És most ez a friss amerikai tudomány, most tudományos alapon, nem csak megfigyelés alapon jutott erre a hasonló következtetésre. Mi az oka ennek? Bocsánat, tehát eleve rossz állapotban vannak a légzőszerveik azoknak, akik ilyen helyen élnek? Azt nem tudom, hogy a tanulmány az okokat leírta. Így van, igen, azt figyelték meg ebbe az amerikai tanulmányba, hogy aki rendszeresen rossz levegőben él, azok számára a szív- és érrendszeri panaszok is tipikusak, illetve a légútjaik sokkal károsodottabbak. Ezt korábban is megfigyelték, hogy eleve rossz levegőben hajlamosabbak vagyunk egyébként elkapni vírusokat, baktériumokat, hogyha kimarja mondjuk a légútjainkat. Viszont most egy ilyen hosszú távú összefüggés, tehát a tartósan rossz levegőben élő emberek körébe figyelték ezt meg egyértelműen. Gergely, jó reggelt kívánok, én is előbányáztam egy másik kutatást, ez egy 2003-as kutatás, ami a SARS-járvány idején készült, és az akkori kutatási eredmények szerint a fertőzöttek 84%-a nagyobb eséllyel halt meg, mint azok, akik tisztább levegőjű területen éltek. És itt jön újra kérdésbe a maszk, mert hogy mondják, hogy ez csak egy porfogó maszk, mondják egyes maszk típusokra, de ezek szerint akkor azokon a területeken a porfogó maszk is segít? Keveset, ugyanis a legtöbb maszk csak a nagyobb részecskéket tudja kiszűrni, és a legkárosabbak az egészségünkre az egészen apró részecskék, az egészen kicsik, amelyek átjutnak azért a legtöbb maszkon is, mondjuk egy mikrométer alatti részecskék, ezek azok, amelyek rögtön felszívódhatnak a hajszálereken keresztül a keringésünkbe, amelyek a tüdőnk legmélyebb rétegébe bejutnak, ott okoznak károkat. Tehát többfajta szennyezés van, ugye a részecske szennyezés az egyik, aminek a hosszú távú kitettsége vezet ehhez az egészségkárosodáshoz, és a másik légszennyezés ugye az a dízeljárművekből származó nitrogén-dioxid szennyezés. Ez az a szennyezés, ami viszont pont, hogy most csökkent nagyon sok helyen a járvány miatti lezárások következtében. Mi a helyzet itthon? Bocsánat, tehát térjünk egy picit itthonra. Az adatok azt mutatják, hogy itthon is ugye a közlekedés lecsökkent, az ipari légszennyezettség csökkent. Addig a lakosság mondjuk a fűtésből, avarégetésből megszennyezi a levegőt. Milyen most itthon a levegő? Pont ezt látjuk, hogy a részecske szennyezés az sokszor magas, sokszor megnőtt. Nyilván a meteorológia, az időjárás is nagyon sokban felelős ezért. A közlekedési légszennyezést éppen tegnap vizsgáltuk. Az elmúlt 30 napot vizsgálva Budapesten a város belsejében lévő mérállomásokat figyelembe véve kb. Egy 20-22%-os csökkenés van a tavalyi év azonos időszakához képest, illetve az előző hónaphoz képest is csökkenést figyeltük meg. Azért fontos tudni, hogy azért nincs az a 30-40-50%-os csökkenés, mint amit mondjuk Nyugat-Európában megfigyeltek, mert Magyarországon azért sokkal kevesebb az egyéni embereknek a dízelautója, viszont a dízelbuszok, dízel teherszállítók ugyanúgy járnak most is, de azért kismértékű csökkenést itt is meg lehetett figyelni, illetve néztük, hogy például Pécsen is volt egy jelentősebb csökkenés, vagy Miskolcon meg mondjuk egy kisebb csökkenés, viszont mondom, a részecske szennyezés sajnos sokszor határérték fölött volt, részben pont azért, mert sokan fűtenek otthon, avart égetnek, és nyilván mondom, az időjárás is sokszor mozdulatlan volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy beállt a rossz levegő. Igen, itt egyébként az időjárás valóban befolyásoló tényező. Én, mint pécsi ember, jól tudom azt, hogy ha nálunk megindul a szél, akkor gyakorlatilag a katlamból mindent egyszerre kisöpör. De milyen tanácsot tud adni azoknak, akik mondjuk a budapesti belvárosban élnek, akik szennyezettebb területen élnek, akik egyébként egy ipari park mellett élnek, vagy szennyező forrás mellett élnek? Hogyan tudnak akkor védekezni, amikor egyébként is szükség lenne arra, hogy mondjuk tiszta levegőt szívjanak, és ráadásul még most itt is van ez a világjárvány?
Nyilván a kertvárosban élők könnyebben tudnak ilyen szempontból védekezni, hogyha ők maguk nem égetnek csak mondjuk kizárólag száraz fát, hogyha vegyes tüzelésük van. Egy belvárosi az annyit tud tenni, hogy lehetőleg mondjuk ne használja a dízeljárművét, igyon sok vizet, egyen sok vitamint, hogy legyen jó állapotban az egészsége. Hát illetve nyilván ilyenkor nyilván fokozottan kell figyelni arra, hogy senki ne kapja el a betegséget, különösen aki ugye rossz levegőjű térségben él. Lehet tudni, hogy Magyarország azért a rosszabb levegőjű térségek közé tartozik. Ugye volt a tavalyi év jelentés Európai Környezetvédelmi Ügynökség, ami szerint Európai Unióban Bulgária után nálunk halnak meg legtöbben a légszennyezés miatt. A idei jelentés egy kicsit már jobb képet mutatott, itt csak a legrosszabb öt ország között vagyunk, de mindenképp lehet tudni, hogy Budapest és térsége, Észak-Magyarország, de Pécs is a rosszabb levegőjű területek közé tartozik, úgyhogy talán itt azt lehet mondani, hogy még fokozottabban ügyeljünk arra, hogy maradjunk egészségesek, és ne kapjunk el egy ilyen járványt, illetve hát hosszú távon nyilván el kell azon gondolkozni, hogy tartós lépéseket kell tenni a jobb levegő érdekében. Már most látszik, hogy például a gépjárműforgalom visszaesése az milyen mértékben tudja csökkenteni a levegőszennyezettséget, ezért is javasoljuk mi évek óta, hogy a régi szennyező járműveket próbálják minden hamarabb kitiltani a nagyvárosokból, régi dízelautókat, régi dízelbuszokat, stb., hiszen ez hozzájárul, illetve nyilván sőt, nagyon fontos lenne a fűtés korszerűsítés és a illegális égetés ellenőrzése. Gergely, egy picit más, mert nagyon kevés időnk van már, ég az erdő Csernobilnál, és a Greenpeace azt mondja, hogy ez a legsúlyosabb erdőtűz, ugye a 30 kilométeres sugarú csernobili övezetben a katasztrófa óta, másfél kilométerre van a szarkofágtól a tűz. Milyen veszélyt jelent ez? Ugye a Greenpeace-nek a műhold képek alapján, történő elemzés alapján kijelenthették, hogy lényegesen nagyobb az erdőtűz, mint amiről az ukrán hatóságok beszámoltak. Helyben ugye az a veszély, hogy vannak rádióaktív izotópok a talajban, a felső talajrétegben, amik ugye most a levegőbe kerülhetnek, ez a környéken megemelte a sugárzás szintet, de annak semmi jele nincs, hogy ez távolabbra eljutna, pár tíz kilométerrel, arrébb is már lényegesen kisebb sugárzás, semmiképp nem egészségkárosító sugárzást mértek. A betonszarkofágra valószínűleg, sőt majdnem biztos, hogy ez semmilyen veszélyt nem jelenthet. Talán egy-két épület, ami környéken, hogyha véletlenül lángra lobbanhatna, be van még sugárzó hulladék, az jelenthet esetleg fokozott kockávatot, de ez inkább mondom egy lokális helyi, nagyon jelentős, de lokális helyi probléma. Tehát mindenképpen jó. Viszont vannak olyan hírek, hogy most már nagyon hanyatlik a tűz, talán részben el is oldották. A legnagyobb baj az, hogy nagyon kevés információ és kevés hiteles információ jön sajnos Ukrajnából. Egyrészt nagyon szépen köszönöm, hogy az utóbbit elmondta, mert a múlt héten ugye ilyen pánikkeltő vészüzenetek érkeztek azzal kapcsolatban, hogy senki ne menjen ki csütörtökön pénteken, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat, meg a Fizikai Kutatóintézetben dolgozó barát, rokon, ismerős elárult a titokban, hogy már errefelé tart a radioaktív felhő. Most már láthatjuk, hogy ezek a hírek teljesen hamisak voltak, és ezért fontosak a legfontosabb és legkorrektebb információk. Egyébként én napi kapcsolatban vagyok Kijevvel, ahol azok a barátaim élnek, akikkel a zónában voltam. Ők mindenféle kormánytól és mindenféle szervezettől függetlenek, rendszeresen mérnek, semmiféle egészségügyi határérték fölötti mérés nem produkált az ő mérőműszerük Kijevben, tehát Ukrajna fővárosában, tehát Magyarországot semmiféle veszély nem közelíti meg és nem érinti. Úgyhogy ennyit fontos volt leszögezni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.